A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ahol kifogynak az emberi érvek, ott nem marad más, mint a golyó, a fegyverek szava. Ez egy idézet, és a háborúról szól, és mi is a háborúról fogunk beszélgetni, mégpedig a II. Világháborúról Aracsi Norbert a vendégem, filmrendező, forgatókönyvíró, producer. Tisztelettel köszöntelek. Köszönöm neki. Beszélgetésünk apropója pedig nem más, mint hogy az a kis játékfilm az elfelejtett nemzedék fantasztikus sikereket ért el, méltósága van, amelynek rendezőként és forgatókönyvíróként is jegyzel. Ugye a Magyar Mozgókép Fesztiválon a legjobb kis játékfilm díját elnyerte, emellett számtalan egyéb díjat, erről majd később beszélünk. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos pillanat volt számunkra, mert gyakorta éri az a vád mostanság a filmkészítőket, hogy a múltban révedeznek, ahelyett, hogy a jövőt vagy a jelent kutatnák. Ez a film viszont annyira hiteles és olyan szinten mutatja meg nekünk egy háború mindennapjait, hogy azt hiszem, hogy példa arra, hogy egy ilyen út is létezik és van. Kezdjük talán az indítatásnál. Egy gyermek korán sem biztos, hogy bár játszik mindig háborúsdít, de hogy aztán egy kicsit mélyebben is beleásson a történésekbe, az ma már sajnos ebben a felgyorsult világban ritkaság. Veled hogy történt? Én ezt visszavezetem tényleg ez a 10 év alatti korszakomra. Édesapám nagyon sokat mesélt történelemről, és szerintem ez részemről egy szerelem lett, mert a mai napig imádom a magyar történelmet. És hogyha így visszagondolok kisgyerekkoromra, akkor mindig is figurákkal meséltem el történeteket, tehát valahol meg volt ez már írva számomra, hogy ezzel kell foglalkoznom. Tehát ez megmaradt a későbbiekben is nyilván az általános iskolában, hiszen érdeklődtél a történelem iránt, ott pedig elkerülhetetlen, hogy szóba kerüljön a háború. Így van. Már akkor is szembesültem azzal, nyilván ez a 90-es évek, 2000-es évek eleje, hogy nagyon kevés nyilvános történet van a II. Világháborúról, vagy nagyon kevés film van, vagy dokumentumfilm van a II. Világháborúról, és már akkor is hiányoltam ezeket, hiszen érdekeltek ezek a történetek, úgyhogy majd a későbbiekben kiukadunk rá, de ezért is készítettem el ezt a kis játékfilmet. Igen, én azt gondolom, hogy az első és a II. Világháborút jószerivel elfelejtettük. Az más kérdés, hogy a történelem sem dolgozta fel teljes körűen, és azok a filmek pedig legendákat szültek, amelyek elkészültek ebből, viszont a magyar filmek mintha hiányoznának korunkban. Melyik volt az a pillanat, amikor úgy döntöttél, nyilván hosszas előkészület után, hogy neked ezzel mindenképpen foglalkoznod kell? Ugye ezt a filmet 2019-ben forgattuk, de már előtte 2 évvel is volt egy másik háborús történetem, amit szerettem volna megvalósítani. Viszont az évek alatt úgy alakult, hogy ez egy nagyon drága történet lenne, úgyhogy összpontosítani kellett egy szűkebb környezetre, de mégis talán én azt gondolom, hogy az elfejtett nemzedék egy olyan szeletét mutatja meg a magyar történelemnek, amit még filmen nem láttunk. Igen, hát és itt nagyon fontos a döntés felelőssége mindenképpen. Tehát dönteni köteles az ember fia. Ez vonatkozik a filmre is, de a forgatókönyvíróra és a rendezőre nem különben. Igen, mivel ugye én írtam a filmet, meg is kell érni rá, hogy ezzel a történettel foglalkozzak. Azért jött el az életemben most ez a film. És úgy szerettem volna megírni ezt a történetet és bemutatni ezt a történetet, hogy a főszereplő egy 16-17 éves kisfiú, aki akkor a háború végén kerül ki a frontra. Egyébként ennek azért is a jelentősége, mert ahogy mondtam is, hogy az iskolában se tanuljuk olyan részletesen ezt a korszakot, ezért a későbbiekben esetleg szeretném iskolákba, középiskolákba elvinni ezt a filmet,
és a főszereplővel tudnak majd azonosulni ezek a fiatalok. Meggyőződésem, hogy ott a helye már, mint a középiskolákban, legalábbis a felső korosztályban mindenképpen. Ugyanakkor egy ilyen forgatókönyv megírásához elengedhetetlen a kutatás, aminek olyan mélységeket kell feltárnia, ami adott esetben túlmutat még akár a film történetén is. Ez mennyi időt vett igénybe? Hogy kezdted? Nekem szerencsém volt, mert alapvetően a II. Világháborúban nagyon sok könyvet olvastam. Tehát volt egy alapom, amiből tudtam dolgozni. De természetesen egy fél éves folyamat volt a kutató munka, és utána még fél év volt a forgatókönyv megírása. Ugye én írok egy történetet, ha azt gondolom, hogy kész, az még nem elég, hiszen történészekkel, szakértőkkel ugye beszélni kell róla. És az a plusz fél éves folyamat az arról szól, hogy az hiteles legyen az a történet, hiszen csak úgy tudjuk bemutatni a fiataloknak ezt a történetet, hogyha hitelesen, másként nincs értelme. Jó, hát igen, mert a múltban révedezés misztériuma az egy szép dolog mindenképpen, de maradjunk annyiban, hogy a hitelesség a legfontosabb szó egy ilyen film elkészítésekor. Ki mindenki segített abban, hogy eljuss addig, hogy a forgatókönyvet elkezd, hiszen az ötlet és a megvalósítás között egy bizonyos időnek nyilván el kell tennie. Igen. A legfőbb segédem, vagy hát segítőm Rangel István volt, ő hagyományőrző is, és szakértő is ebből a korszakból, nagyon sok mindent mutatott és segített nekem. Plusz egyébként ő segített a ruhákba is, és a fegyverek kiválasztásába is. Egyébként ami nagyon nehéz ma Magyarországon ezeket beszerezni, hiszen egy az, hogy nem készül ilyen film, tehát hogy alapból nagyon nehéz válogatni ezekből a tárgyakból. Úgyhogy volt olyan fegyver például a filmben, ami egy rakétapisztoly volt, és az első világháborús volt, tehát az egy eredeti volt, amit tudtunk használni. Nyilván már nem éles, de ilyeneket tudtunk beszerezni a filmhez. Számtalan beszélgetés készült veled a film kapcsán, és én arra is felfigyeltem sok minden más mellett, hogy a kezedbe került egy búcsúlevél. És pont most itt a beszélgetés előtt elárulom, hogy egy olyan könyvet adtam neked, ajándékoztam neked, ami Demeter Vili bácsi II. Világháború sorsáról szól. És érdekes ez az összefüggés, mert amikor megismertem én a sorsát, akkor szintén egy levél volt az alap. Mert annál hitelesebb forrás nincsen, mintha egy katona a frontról levelet küld haza. Ez mennyire ragadott meg? Én a Donkanyarból küldött leveleket kutattam, és ami való igaz, hogy egy katona lelki világát a hazaküldött leveleken keresztül tudjuk igazán megérteni. Ezért is volt fontos, és ezért is raktam bele egy levelet, egy üzenetet ebbe a filmbe, mert talán így még jobban tud a néző azonosulni a történtekkel. Függetlenül attól, hogy ez a levél nyilván cenzurázott a legtöbb, ennek ellenére nyilván hiteles forrásként hivatkozhatunk rá. Amikor eldöntötted, és nyilván végigvitted, akkor jön a forgatás első napja. A forgatás első napjához viszont már kell, hogy olyan szereplők álljanak rendelkezésre, akit te megálmodtál. Odafigyeltél, hiszen azt látjuk a filmben, hogy jó, hogy kik szerepeljenek ebben, a későbbi díjak ezt meg is erősítik. De hogy kezdtél el szereplőket válogatni? Nekem van egy különleges munkamódszerem. Az olyan magyar színészek, akik amúgy közel állnak a szívemhez, én őket mindig figyelem, és a munkásságukat folyamatosan követem. És amikor már írtam ezt a forgatókönyvet, akkor már tudtam, hogy kikkel szeretnék dolgozni, és utána én őket felkerestem, találkoztunk személyesen, és igazából elvállalták ezt a fontos forgatókönyvet, és egyébként mindenki kiemelte, hogy ez egy nagyon fontos ügy, hogy ezt bemutassuk, úgyhogy örömmel álltak mellé. Ügy, milyennek voltak a forgatási időszakok, napok? Hiszen nyilvánvaló, hogy ugye 2019-ről beszélünk, ez egy folyamat. Tehát nem megy egyik napról a másikra. Igen, ugye ez egy ötnapos, nagyon-nagyon feszített tempói forgatás volt. Azért öt nap, mivel nyilván a költségvetés is ugye ezt engedte meg. Az első négy nap az tökéletesen ment, viszont a negyedik nap végén leszakadt az eső, leszakadt az ég, és azt tudni kell, hogy ugye a maga a történet is a 44 végén telén játszódik, és nekünk szerencsénk volt az első négy napban, hiszen volt hó. Tehát arra nem kellett költeni, nem kellett kitalálni, hogy
hogy terítsük be a tájat hóval, viszont a negyedik nap ez elolvadt. És olyan szinten szerencsénk volt, hogy az operatőr amúgy is olyan képi világot álmodott meg a filmnek, hogy a háttereket elmostuk. Tehát még jobban a szereplőre és a karakterekre fókuszál képileg is a film. Viszont az ötödik napon ezt Péti Show-val pótoltuk a háttérbe, nem lehet látni a különbséget, hál' Isten, úgyhogy jó munkát végeztünk. A helyszín nagyon fontos. Ilyen értelemben rendkívüli szerencsénk van, nem csak a Dunántúl elhelyezkedése kapcsán, hanem nekünk külön, hiszen a Pákozdi Katonai Emlékpark nemzeti emlékhelyünk az egy ilyen filmre tökéletes megoldás. Igen, ugye ott az emlékparkban van egy hosszú lövészárok, aminek egy részét átalakítottuk, és igazából nem tudok elég hálás lenni ott a vezetőségnek, hogy támogatták ezt a filmet, hiszen 5 napon keresztül 30-40 ember járt, kelt nappal, éjszaka, úgyhogy innen is nagyon szépen köszönöm. Igen, hát Görög Pistáéknak valóban nagyon sokat köszönhetünk. Egyébként azok a források, amelyeket te előtte felkutattál, megerősítettek abban, hogy igenis ezek kellenek a filmhez? Mert itt azért ne feledjük, nem nagy játékfilmről van szó, hanem egy olyan kis film, egy rövidebb film, ahol minden egyes képkockának rendkívüli jelentősége van. Igen. Úgy állítottam össze a történetet, hogy van valóság alapja is, és van benne fikció is. Tehát például, hogyha arról beszélünk, hogy a filmben van egy kitörés a lövészárokból, tehát a magyar katonák megpróbálnak kitörni, ugye volt Budapest ostroma, ott is volt kitörés, tehát kellett átvenni olyan elemeket, amit ebbe a kis filmbe bele lehet építeni, viszont nem tudom nagy volumenű dologba megjeleníteni ezt a filmbe, úgyhogy úgy határoztunk, hogy ez egy nagyon pici szelete lesz ennek a történelemnek, mégis megpróbálunk olyan alkotóelemeket belerakni, amiről mondjuk már hallott a közönség. Egy ilyen filmforgatás közösséget formál mindenképpen, és nyilvánvaló, hogy barátoknak kell lenniük mindazoknak, és magas szinten dolgozniuk nyilvánvaló, hiszen itt nincs mismásolás. Itt akkor, főleg ha ugye 5 napról van szó, és jót szeretne az ember alkotni, akkor beszéljünk a barátaidról. Hiszen én azt gondolom, hogy barátodként nevezheted meg az operatőrt, a főszereplőket, hiszen együtt voltatok közösen és egymásért. Igen, ez nagyon fontos, amit mondtál, hiszen enélkül nem működik egy filmforgatás, tehát hogyha ellentétek vannak, az csak további ellentéteket szül. Itt nagyon szoros barátságok születtek, egyébként az operatőrrel, Kalotai Dániellel már évek óta dolgozom, az előző filmemet is ő fényképezte, szavakból megértjük egymást, és ez mondható a színészekkel kapcsolatban is, és így sokkal gyorsabban ment a munka. Nézzük a szereplőket, hiszen Cservák Zoltán, Jászberényi Gábor és Hajduk Károly is nagyon sokat tett hozzá. Mennyit számít nálad, mint rendezőnél, hogy ők veled vannak? Tehát nem csak a szövegkönyv, hanem annál többet is tesznek, mert a szövegkönyv az önmagában nem elég ahhoz, hogy egy film hiteles maradhasson. Igen, nagyon fontos, hogy egy színész is magáinak érezze a történetet és a filmet, hiszen hogyha csak egy munkáról van szó, akkor nyilván van úgy, hogy nem adnak bele 100%-ot, és itt kiemelném az összes színészt, mert volt úgy, hogy egy jelenetet az időjárás miatt 15-ször kellett felvenni egymás után, és ugyanolyan intenzitással belerakták a szakmai tudásukat, hiszen mindenki tudta, hogy ez egy nagyon fontos film. Igen, és hát az utóéletéről is kell, hogy szó essék, hiszen hogy nehogy eltévesszem, tehát a Bújtor Fesztiválon a legjobb dráma alakítása az Jászberényi Gáboré, a 24. faludi filmszemét pedig a legjobb színészdíját Cservák Zoltán kapta meg. Ezen felül azért, ha már itt vagyunk, akkor a Magyar Mozgókép díj az elengedhetetlen, hogy ezt elmondjuk, hiszen a legjobb kisjátékfilm, azt hiszem, hogy ez egy fantasztikus. A Kamertén B fesztiválon pedig a Nemzetközi Filmfesztivál volt ott is a top 3-ban, illetve a Szavária filmszemlén a második legjobb kisjátékfilm, és így tovább, és így tovább. Ráadásul az HBO-ról még nem is beszéltünk. Azt gondolom, hogy ez is egy áttörés egy rendező számára, hiszen az HBO-ban a megjelenést nem adják ingyen, ott csak a legjobb filmeket válogatják ki, és ráadásul
kisjátékfilmmel bekerülni, az egy egyedi dolog. Igen, ennek az az előélete az HBO-hoz bekerüléshez, hogy ugye lejárt a filmnek a fesztivál szezonja, és úgy éreztük, mivel Covid alatt voltak ezek a filmfesztiválok, vagy online volt, vagy nagyon kis társaságban lehetett bemutatni, hogy ez a film nem mehet kárba, tehát minél több embernek látnia kéne. Ezért én megkerestem pont egy éve egyébként az HBO-t, és elküldtük nekik a filmet, megnézték, elküldték Prágába, ugye ott van a központ, és utána kaptunk egy úgymond ajánlatot arra, hogy 15 országba 3 éven keresztül sugároznák ezt a filmet. Ez mennyire jelent megerősítést egy alkotó embernek? Nagyon, és főleg azért fontos, hiszen szakmai szempontból kaptunk visszajelzést számos filmfesztiválon, de a nézőktől keveset. És most már elmondhatom azt, hogy ugye május 1-e óta, vagy május 2-a óta van az HBO elérhetőségén a film, és azóta a magyar filmek közül, jelentsen ez dokumentumfilmet, nagyjátékfilmet, a top 3-ba van nézettségben ez a film Magyarországon. De ez komoly eredmény mindenképpen. Úgyhogy a nézők részéről is kaptunk visszajelzést. Tehát a 15 ország, de itt a legfontosabb számunkra, hogy Magyarországon is nézzék. Tehát megvannak a pozitív visszajelzések, ami azt jelenti, hogy nyilván készen álltok gyaníthatóan, ha nem is ugyanezzel a stábbal, egy sokkal nagyobb, bár nem hinném, hogy ennél van nagyobb feladat, de egy nagy játékfilmben is gondolkodsz, ahogy hírül vettem. Igen. Igen, a Magyar Mozgókép szemlén, ugye amikor megnyertük a díjat, akkor ott mondták a kollégák, hogy akkor innentől kezdve a kis játékfilmet hagyjuk, legalább egy tévéfilmben gondolkodjunk, úgyhogy most jelenleg egy tévéfilm forgatókönyvén dolgozom. Annyit elárulhatok, hogy szintén történelmi lesz, egy magyar festőről szeretnék egy tévéfilmet csinálni. Ha titok, akkor nem kérdezem, hogy ki lesz az, de bizonyos vagyok benne, hogy jobb. Hogy tennek a mindennapjait, hiszen nyilvánvaló, hogy azért szoktunk találkozni a hétközben is. A többségében most ugye a forgatókönyvben dolgozok, ugye az egy mindennapos feladat, kutatás, szakértőkkel próbálunk beszélni, kapcsolatot felvenni, emellett videoklipeket, reklámfilmeket készítek, ugye ez a úgymond a gyorsabb munka része, jövőre pedig ugye ezt a forgatókönyvet pályáztatni szeretném, hogy megvalósuljon. Legyen így. És még mindenképpen szerettem volna tudni a jövőképedről. Egy üzenetet fogalmaz meg, kérlek szépen azoknak, akiknek még vannak álmai, tehát azoknak a fiataloknak, akik szeretnének ezzel foglalkozni. Miért érdemes ebbe belevágni? Miért lehet rááldozni időt? Egyrészt az, hogy valaki megálmod valamit papíron, és utána nagy vásznon láthatja, az egy leírhatatlan érzés. Mindemellett 13 éve foglalkozok ezzel, és azt tudom mondani a fiataloknak, hogy fogjanak kamerát. Tök mindegy, hogy milyen minőségi dolgokat csinálnak, csak gyakoroljanak, csinálják, mert a gyakorlás az alapja mindennek. Valamint a kitartás és az alázat nagyon fontos. Enélkül félre lehet csúszni, de hogyha ez megvan, és a hullámvölgyekben is kitartóan dolgoznak, akkor meg lesz az eredménye. Nos, akkor mit kívánjunk mi a televízió nézők, az HBO nézők nevében neked? Remélem, hogy ez a tévéfilm, amint most dolgozok, ez meg fog valósulni, és utána a továbbiakban pedig mozifilmet is készíthetek. Történjék így. Köszönöm. Köszönjük szépen, hogy megtiszteltél, és hát természetesen figyelünk és várjuk a következő filmet is. Köszönöm, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Aracsi Norbert volt, aki a filmjével azt hiszem, hogy elvarázsolt bennünket, az elfelejtett nemzedéket ajánlom figyelmükbe, az HBO Maxon láthatják, én pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátás! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.